békésen, alázatosan, szeliden. Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik. Ünnepi műsorral, hivatalos köszöntőkkel és ökumenikus istentisztelettel kezdődött a Nyírpazonyi Új Kenyér Fesztivál augusztus 20-án. Az Új Kenyér, Szent István király, valamint az államalapítás évfordulóját már mintegy 8 éve fesztiváli hangulatban ünnepli meg a nagyközség. A korábbi évekhez hasonlóan idén is számos fellépő szórakoztatta a közönséget, így kortól függetlenül mindenki jól érezhette magát az egész napos rendezvényen. Nyírpazonyban az augusztus 20-ai ünnepségünk mindig kiemelt ünnepnek számított, amikor a településsel együtt és közösen szerettünk volna ünnepelni. Fesztivál jellege 2011 óta van a rendezvényünknek, immár 8. éve. A fesztivál a létrehozásával az volt a célunk, hogy még jobban erősítsük azt, hogy egész nap tudunk kínálni különböző színes programokat, egészen az apróságoktól, a gyermekektől kezdve az idősebb korosztály számára. És a másik nagyon fontos dolog pedig az volt, hogy zenei repertoárban minél több műfaj meg tudjon szólalni. 2011 óta az az időszak például, amikor este egy élő koncerttel zárul a rendezvényünk. Az ünnepi műsor végén megszentelték az új kenyeret, majd a polgármester meg is szelte azt. Ezután a darabjait szétosztották a közönség között, miközben a színpadon átadták a Tiszta Udvar Rendes Ház elismerő díjakat, valamint díszoklevéllel köszöntötték a Nyírpazonyi Nőklub elnökét. Nagyon fontos részének tartjuk az ünnepségünknek az ökumenikus istentiszteletet az új kenyér szenteléssel, és immár hagyomány több éve, hogy azokat az embereket is köszöntjük, és Nyírpazony azon polgárait is köszöntjük, akik nagyon sokat tettek az elmúlt években vagy évtizedekben a település fejlesztéséért. És így kerülnek sor díszlokleveleknek, így került sor díszlokleveleknek az átadására. Ebben az évben Ungvári Sándorné, a Nyírpazonyi Nőklub elnöke kapta ezt az elismerő kitüntetést. A fesztivál első fellépője a Nyírpazony testvértelepüléséről érkezett Nagy Géresi asszonykórus volt, az este folyamán pedig számos további koncert, szórakoztató műsor, majd tűzijáték és utcabál várta az érdeklődőket a nagyközségből, valamint a környező településekről egyaránt.